Jó estét, kedves nézőközönség! Én Arti Trunkolos vagyok Magyarországról. És ez itt a Remove Australia from the Map epizód. És itt van velünk... Matatürk. Mi ez a Matatürk? Plagium! Elloptad a köszönésem, fuck you! Itt vagyom a csatornán, nem, bye! Nem. Megyek jó innen. Estét még nem volt, és itt jelenleg... Dehogy nem, volt! Este 7 óra van. Ami a valóságban se áll messze. A helyzettől, csak nem július van, és nem ma 1938. Na! Hát végig csak apró résznek különböznek. Van egy olyan érzésem, hogy kurva nagy fuck van itt, és van egy olyan sejtésem, hogy itt a vizen özönlenek a Balkánra az angol katonák, úgyhogy nagyon gyorsan oda kéne vonulni. Minden, amink van. Lehetséges, igen. És egységesítem is a hadsereget. Trunkelo, miért az a standard gyógymód az influenzára, hogy levágjuk valakinek az arcát? Szerintem nem ez a standard, csak téged akarnak szopatni egy folytába. Az egyik fiamnak kivágták a szemét, a másiknek levágták az arcát. Mi a büdös élet folyik itt? A harmadikat már megölte a tömeg, amikor adót próbált szedni, de az mellékes. Nem, most mindenkit felraknak a vonatra és elindulnak. Na, a kérdés... Oké, elmúlt a Resistance Dream Raiders. Szupi. Elmúlt a kérdés. Na, angolok. Ugye nem jött... Ohohoho, viszlát! Viszlát, kedves nézőkülönség. Mármint britek. Ojaj. Ojaj. Hazamentek? Nem, bírom, hogy belevonatoznak az enemybe néha. Ja. Hogy négy. Magas fokú programozáson átérve, mit ne mondjak. De az a pont, hogy valahol át is ütötték őket vonattal együtt. Ha szép! Hát páncélvonattal mentek. Na jó lenne, hogyha... Az... Ez mi? Lehet, hogy kölcsönkérték a Medieval 2-ben a Mongolian Rape Train-t. Na jó, kiadok egy-két parancsot. Ahogy lehet. Itt nem lenne rossz egy bekerítés. Sőt, egy kikerítés sem lenne rossz. Úgy vélem. Sőt, egy kerekítés sem lenne rossz. Az a japán kerekekre férne rá. Á, az tényleg. Már tudjuk, hogy miért voltak ilyen pocsékok a páncéloseik. Tényleg ez itt nem is rossz. Itt akár be is kerekíthetném azokat, akiket be kell kerekíteni, you know. Bekerítésre gondolsz? Igen. Nem bekerekítésre. What? Ezt mondtam volna? Igen. Be is kerekíthetném. Az egység miért nem tud mozogni? Látod, ez egy remek kérdés. Hello. Jobb klik, hello. Itt vagyok. Ja, hogy nem nekem beszélsz, oké. A tank csapatomnak. Ó, most már tud menni. Úgy tűnik vonatra nem tud szállni. És miért beszélsz tankcsapdának? Tankcsapda. That's right. A legjobb az lenne, hogyha ezt az egészet elvágnám a parton arról, és kicsinálnánk őket. Biztos vagyok benne, csak nem tudom, mi az az ez. Hol tűnt most a tankom, mi a védekezik? Már miért nem? Ah, katonai jó orvost, végre! Talán nem fogja levágni az arcomat és nem kellett megetetni egy medvével. Jesus. De egyébként múltkor kaptam egy orvost a nagyidézőjelekben 2 évvel a pestis előtt, aki egy ilyen csodagyógyító nőszemély volt, aki oda ment a betegek közé és kinyalogatta a váladékot a sebekből és megette a hegeket meg hasonlók. Kitalálta, hogy ki halt meg először pestisben? Akinek nyalogatták a sebeit? Nem, ő. Sok volt a nyalogatás. Oh. Hogy állunk máshol? Itt elveszítjük a helyzetet. Na. Jól van. Ez a baj, ezek már jönnek partra szállogatni. Szörnyű. Kéne áthaladást kérnem az olaszoktól. És adnak. Ha. Ez érdekes. Ilyenkor ugye ez nem EU4, hogy kérek tőlük és kapnak a... Nem engedik át a briteket.
Viszont nem tudsz támadni a területükről, szólok előre. What? Nem tudsz átmenni az ő területekről egy ellenséget területére, nem tudsz áttámadni. Tehát át tudsz menni a sajátodra és onnan mehetsz tovább, csak nem tudsz közvetlenül áttámadni róla. Tehát nem csináltad azt, hogy nem vagy Magyarország, megtámadod a franciákat és az olaszokon keresztül nekik mész. Oh, például. Pedig ez volt a tervem. Oh. Sorry. Hogy állnak a tankjaim? Mert abból az ugye kéne. És én most ugye foglaltam be egy-két lengyel gyárat. Amit nem is itt találok, hanem itt. Jó, elvileg gyártunk gyárakat. Ja, gyártás. Sérült, ezt jól lenne megjavítani nagyon gyorsan, a többi nem érdekes. Oké, okay, kifejlesztettük az Armor Spearhead-et, most jöhet a Schwerpunkt. Schwerpunkt? Ja. A tankoknak Organization-t ad. A másik nem lenne jobb. Az Organization-t ad, de... A másik, vagy mire gondolsz? Ott válik ketté mobil gyalogságra és páncélosra? Ja. Vagy hát látom, neked... mindig Organization-t ad. Neked lehet, hogy jobb lenne a mobil gyalogságfal, mert izé, mert Magyarország vagy. Jó. Több lesz a motorizált egységed, mint tankot, gondolom. De soha nem használok motorizált egységet, mindig tankokat használok. No. Boring. Miért boring? Miért nem gőn? Mert hogy néz ki az, hogy nincs motorizált gyalogság egy hadseregben? Úgyhogy a játék nem követeli meg, és ezért nem is kell. Mert sokkal gyorsabban hozzá, meg a motorizált gyalogság az több oldalú, mint a tankok. Meg könnyebb gyártani. Meg lehet. Mi kéne még? Sőt, ami azt jelenti lehetséges, hogy biztos. A rohadt életben Dagobertnek is levágták az arcát, ez nem igaz. És egy keze sincs. Fuck. Szegény Dagobert, hogy fog így úszkálni az aranyába? Nem tudom, de kezéből is csak egy van, szóval valószínűleg elsüllyedne. Így, hogy már megmívtunk vagy három háborút, ide átállni Bóra Kanomira. Magyarország elég hardcore. Nice. Hallod, van egy volgai bolgár szultánom, aki benn van a puszta kellős közepén és ült a Sea Devil, mert csak egy lába van. Mi lett ő? A Sea Devil. A tengeri ördög. Ja. Már itt a becenél nem a trait. És az apja volt az ördög fia. Aki ortodox volt valahogy. Miért nice. Nehéz megnyerni ezt a csatát? Mennyien támadnak? Várja, nem látom. Hello. Szeretném megnézni. Ja, 4 divisionnal. És mi ez? Ó, oh, tud pierce-elni. Az jó. Úgy döntöttem, itt áttörünk mindennel, ami van. Törj át! Aztán bekerítjük ezeket a majmokat, akiket úgy hívnak, hogy britek. Anti-brit rasszizmus, mi folyik itt? Prepare to die, Brit monkeys! Te vagy a Brit monkeys. Hát elég what the fuck, de nem baj. Azon gondolkozom, hogy a... Kit majmozott le a brit külügyi, japánokat, azt hiszem? A japánokat. Igen, a nagy zsenialitásukból azok a sarga majmok úgy jöntenek össze itt. Hát, ja. Ó, oh, kiszökött. Szemétláda. Ki? Ezek a szemét britek kiszöktek a gyűrűből. Ó, oh, szörnyű. Elég fos az organizationünk. Ajajajaj. Nem csinálj, hogy az van közel. Nem ott volt ez. Ó, oh, sikerült egy bekerítés, de közben meg is vertük őket, szóval. Szép, mi van kész? Gyalog dandár, jó sok. Te vagy kész. Meg az kész, hogy mindenkinek levágják az arcát. Tegyem őket Macedóniába? Kiket? Az új egységeimet.
Mert... Ja, tedd őket oda, ha helyben lesznek akkor, ugye? Hát ja, csak el lesznek kerítve, mert onnantól kezdve már csak görög határ lesz, és nem akarom, hogy áttolják őket. De akkor tudnék két oldalról haladni. Átrakom őket oda. Oké, okay. Good. Kockáztatunk. Itt azért elmentem, mert nem akarok bullshitet. Bár mondjuk pont ez a kockáztatás lényege, de... És... mert mi az, amitől felsz? Attól, hogy elvágják őket és be lesznek kerítve. Ja, de várj, ezt meg tudom nézni így. Akkor nem attól félsz, hogy bullshit lesz, attól félsz, hogy elkursz valamit. Ugye? Nem, csak egy üzemanyagnyi plac van, úgyhogy azt inkább kihagyom. Egy üzemanyagnyi plac? Hát na, megnézem ezt a területet, ahol be akarom őket tenni, és egy darab üzemanyagnyit tudunk használni. Ja, hogy annyi a supply limit. Aha. I see. Inkább letesszük ide őket Dalmáciára. Dalmáciára. Tőket tesznek a Dalmáciára. Tankokat akarok. Gyorsan. Sokat. És ti barátaim! Egy új seregbe kerültök. Morna Csándor arc. Nagy Csándor, micsoda? Nagy Csándor. Van egy tábornok, akit legit Nagy Csándornak hívnak? Nem. Mór. Nagy Csándor talán. Zárnyi. Azt hiszem már tényleg van egy Nagy Sándorod. Nem tudom, mit fejleszek. Szerintem a beszédkészségedet. Mert? Mert gyanúsan keveset beszélsz néha a részekben, és nekem kell itt pattanok, vannak elő, hogy cékázok. Elkezdem húzni a... egyik fontos tehet, ami tényleg egy fontos teh. Ja igen, ez a tank meg örülnék, hogyha átjönne végre. Jaj, ne trunk el, itt a végzetem! Rám nézett a lovam! What? Tudod, 200%, hogy megőrülök! megőrültem, fucking hell! Komolyan? Igen. Rám nézett a lovam és megőrültem. Fuck! Nice. Na mindegy. Ez a játékban direkt baszakszik velem a pápánk. Pope Benedictus, the priest hater. Nice. És így a pápa utálja magát. Jó, miért vagyok én? My name is Pope Benedictus. Pope Penetratus, what? Pope Benedictus. Benedictus? Oh. Jó, mit tartom? I saw an opportunity and I seized it. Mi történt? Hova egy egység van a fronton, ahova felvonultattam, vagy 10 divisiont. What the nice. Fuck? Úgyhogy el is kezdek mindenhol támadni, hogy összezavarjam, mert amúgy össze lehet így zavarni az embert. Ja igen, mert késő vagyok, a parancsokat meg hasonlok. Nem az, hanem ha meglátja, hogy való geci sokan támadnak, akkor odaviszi a főerejét. Betiltottam az országomban a cukorrépát. Azt hittem a kommunizmust. De hát kinek mi? Most nem Franciaország vagy, kussolj! Akkor szegény Stalin értesítik arról, hogy Franciaországban betiltották. Megint szar az eloszlás a határon. Valóban. A hümmögés is szar. Ó, oh, várjál csak! What? What is this? Te, remélem nem derül ki, hogy Northern Hungary-ben igazából vannak tankegységeim. Nem, nem derül ki. Gyertek csak angolok, gyertek! Zavar amúgy, hogy itt közbe ugatom a CK2-met? Engem nem. A nézőket az zavarja, majd megírják kommentbe. Csak mert a besenyő kagán Csalis éppen kikiáltotta a Somogyi Birodalmat Magyarországon és egyébként síta. Nice. De ott van a magyar király, Bertók a keresztény, aki a hűbérese. Mi történt? Tudtommal egy kibaszott partraszállást kúra sok ideig kell szervezni. Ja, sokat a planningelni, igen. Tehát, hogyha elfoglalom a partvidéket, ahova amúgy nem partraszállnak, hanem egyszerűen csak áthajózgatnak, akkor ott vissza kell fordulniuk, mert hogy a picsába szállhatnának partra.
Itt mi van? Fogják magukat és partra szállnak. Lehet, hogy planningeltek egyet, nem? Planningeltek? Nice. Lehet, hogy terveztek egyet előre, nem? Nem hiszem, mert írta volna, hogy invasion is coming, vagy valami. Akkor nem tudom. Pax Americana. Ja, eddig tartott a somogyi birodalom. Most már csak somogyi kánság. De mindig csalítsa be, hogy nyilvezeti őket. Örülnék, hogyha látnám, mit ad a military youth. Az recruitable population. Az is. Akkor riált meg kell nélkül. Portulation. Poliferáció. Franciaország Persza Unióra lépett polackkal. Ez nem lenne rossz, ha lenne. Ki lépett fel? Kivel? Mi? Franciaország és Polack Personál Unióra léptek. A polacki Rurikovics megörökölte Franciaországot, of course. Na igen? Úgy döntöttem, hogy cut them in half! Oké. Okay. Yes! Trunkel János doktrina szerint. No one enters! No one leaves! Mit keresnek itt az embereim? Kérdésem. Hol? Hát így itt. Á, az jó. Szerintem is. Valóban. Szerintem ott éppen half-ba akarnak katolni. Azt akarnak, de majd én elkatolom a vénájukat mindjárt. What? Ő eléggé katolok itt. Mi a what the fuck? Mi fo- te is levágod az arcukat? Ez van egy bosszú? Ha? Bosszú Dagobertér? Én levágom itt az angolok arcát úgy. Annyira idegesítő, hogy ezt mondjuk akartam mondani, hogy ezt majd megmutatom, de úgyis látni fogod a videóban. Tehát így, hol van a partromal? Mi? Most milyen, hol? Most milyen provinciában állok én? Tudod, amikor ott van három darab frontvonal. És igen, amúgy igen, is a partvidék elég vékony szokott azért néha lenni, és így fogalm sincs, hogy mi hol. Igen, meg így az egység, így elindul egy irányba, és akkor ugye elmozdul a modell, és akkor már egy másik tartományban van, de oda megy. Förtelmes. Ki mondta nektek, hogy mozogjatok? Vágjátok el őket inkább. Oké, fasza. És most meg tüntessétek el őket a francba. De most már nem tudnak partra szállni. Good. Akkor mégse tudnak? Hát mondom, remélem most már nem tudnak partra szállni. Ja, remélem most már, azt mondom, hogy most már nem tudnak. Csak úgy simán most már, you know? Nem, mert ott lesznek egységeim. Csak remélem nem kezdenek el majd össze-vissza. Mondjuk ide még partra tudnak szállni, az két provincia. Bírom, hogy itt állnak az, ja mondjuk ezek reguláris olaszok. Bár mindegy, mert az önkéntes olaszok is csak ott áldogálnak. Ja, az itt vannak reguláris, meg irreguláris olaszok. És az irreguláris olaszok azok nem mindig olaszok, vagy azon nem mind olaszul beszélnek. Ó, oh, megjött egy magyar tankegységem. Király. I like this new generation of tanks. World of Tanks. World of Tanks. World of THX. Army 1, Army 2, Army 3. Jó, Trunkel Ocean. Most ezt hozzáadtam? Biztos. Ajaj. Talán nem. Hát ez amikor a bizánci császárnak is levágták az arcát. Oké, hozzáadtam. Most örülnék, ha ide jönnél. Nagyon gyorsan, ez kié? United Kingdomnak itt még van területe? Ezek szerint? Ja, a szigetek. Nem baj, gyorsan is foglaltuk. Korfu vagy mi? Nem. Mi az? Dalmácia. Ja, hogy ott. Ha sikerülne ez a bekerítés, annak nagyon örülnék. Ha sikerülne ez a bekerítés, akkor nem sikerülne. What? That's right. Gondolkozz el rajta. National Focus Bypassed Motorization. Ennek mindig örülök.
Azt hiszem találtam egy easter egget a mod. What? A hitben. Mi történt? Ja, azt hiszem elkezdi kivonni az egységeiket, ahogy elnézem. Aztán találtam hibben egy easter egget. Van egy ilyen birodalom, hogy Ulm. De így nem Ulm Empire, vagy Ulmish Empire, vagy akármi, csak így Ulm. Micsoda fegyre van szükségem? Hát ez nem árt. Mit fejleszünk? Már eddig se tudtam. 39 van már? Of course not. Még ha nincs ja, a motorization megvan. Hát ez... Nincs hát, 38. szeptember 21 van. Dude, what the fuck? Signal Company, ez mit is ad? Initiative-et. Az mondjuk kurvára nem rossz. Mondjuk a Field Hospital se lenne rossz. Való igaz. A Field Hospital a legjobb hospital. Field. Á, ah, hogy úgy. Az a mezőkő gyógyítja? Legyen ez, mert population-em még lesz. Ó, oh, hogy itt van 9 egységem. Cut them in half! Kiket vágasz már megint félbe? Mindenkit. Oké. Ugró, félvágja az univerzumot. Hortit úgy utálják, mint az állatról, a barbár. Mindenkit félbevág. És így, így a románok néznek, mi a Blood Impaler, és így magyarok meg, mi a Forty the Half-Cutter. Na, megvan a rész címe, ja, ezeket nem címezzük meg. Akkor az lenne a Horty majd leírásba beírom. Oké. Okay. Horty the Half-Cutter. Horty Trunklós the Half-Cutter. Horty the Half-Cutter. Jaj. Oh. Jó, állunk valahogy. Ez tetszik. Hát, hogyha álltok valahogy, az valóban jó. Hogyha valahogy álltok. Jön úgy valahogy. Gép amúgy nem hülye. Tehát van, hogyha lát, észreveszi, hogy te el fogod vágni, akkor elkezdi kivonni az egységeket a partvonalról. Jó, csak kicsit későn veszi észre. Attól függ. Hát nagyon későn veszi észre. Jó, most meg fogja szívni. De az mindegy. Szívas? Az én feladatom! What? Tudod, én vagyok itt a rezidens szifogó a csatornán. You know, videók. Nagyon nagy a káosz, és nem látom át. És az olaszok nem csinálnak soha semmit. Rohadt életem. Nem mondod! Az, ezek most hova mennek? Tehát ezek most honnan jönnek? Meg ilyenek. Az olaszok nem csinálnak semmit! És mi ez az egység itt? Az ott én vagyok. Ott egy mahavarna, így osztuk el. Nincs esetleg egységem máshol, jó lenne. Srácok, haló, gyártsunk még egy-két katonát el lehet. Még egy-két katonát? Mhm. Oké. Okay. Jó, legyen 50 gyalogos egységünk, és őt is tegyétek szépen le a Dalmáciába. Hogy állnak a tankjaim? Sehogy se. Az jó! Ja, mindig öröm nézni. Lehetség is azért, mert megint 3 hónap telt el, mióta legutóbb megnézted, nem? Foglaljuk el Belgrádot, az úgy tűnik, mintha jó móka lenne. Az már a tiéd, nem? De, tudod, ausztrálok úgy érezték, hogy övék lesz a Balkán. Ja, az ausztrál flad. Az ausztrál birodalom. Ezek honnan jönnek? Támadjunk arra, hát honnan jönnek. Ha ott sikerülne elvágni őket, az egy hatalmas győzelem lenne. Akkor vágd el őket. Lehetőleg félbe, azt Horthy szereti. What? De... Félbevágó Horthy Miklós. Majd tankokkal félbevágjuk őket. Ez nagyon hosszú és fájdalmas folyamat lehet. Bevettük Belgrádot? Nem. Szereztünk még egy gyárat. Importáltál egyet? Elhoztak egy gyárat valahonnan? Jönnek a magyarok és így elviszik a gyárainkat. Nem, az oroszok visszahozták őket.
Hogyha Lengyelországba jössz, ne lopd el a lengyelek gyárait. Too late. Too little, too late. Oh. Az az! Oh, ne! The fuck? Rossz felé vonultak vissza. Mindegy. Okay. Mennyien maradtak itt egy egység a rohadt életbe? De hát ott is agyonverik őket. Azonnal gyertek le ide. Nem? Várj, akkor most valami jó vagy rossz történt? Itt valami az asztal, de jó azt a fenébeivel. És így támadunk. De úgy mindenki. Hát az a baj, hogy 20 egységgel kiszökött. Oh. Az szívás. Vissza is veszünk a támadásból. Van is egy ilyen tartomány Anatóliában. Itt szívás. Ja. Ide támadjatok, haverok. Ide. Ide támadjatok, haverok. Ők a haverok. Ez az alakulat neve. Horthy és a haverok. The Friends. Horthy and Friends. Jó, remek, kitört a fucking tuberkulózis, megint le fogják vágni az arcomat. Sorry. Your face! Your face, goddammit! Azonnal ide támadni, mindennel. Tudjátok, még innen is. Ne nyerjetek! Miért nyertetek? Most a fenébe. Most az a baj, hogy nyertek. Az a bajom, hogy ott van neki 22 divizionje, és megvertem őket egyen. Szar volt szervezettsége, valószínűleg vonatozott. Nem, agyonvertük őket korábban, az volt a baj. Jó. Akkor itt katoljátok őket. És ez most rossz? Az rossz, mert kiszöknek. Ja, fel akartam őket tartani? Igen, be akarom őket gyömöszölni. Mondjuk akkor támadás alatt tarthatnám. Horthy most már gyömöszöl is. Nem akarom tudni, hogy te kit hova akarsz gyömöszölni. Csak így tovább. Csak így tovább, srácok. Csak így tovább a gyömöszöléssel. Igen. Oké, Trunkusz. Oda gyömöszölök még egy egységgel. Mindenki gyömöszölje itt át magát. Amennyire csak lehet. Trunkel, ugye félbevágás előtt gyömöszölsz, mert ha utána az eléggé undorító lehet. Utána hát. Már csak azért, mert nagyon fröcsögne. Ó, kifejlesztettük a fightert. Szereztünk még 3 gyárat? Lol. Gyerünk, gyártsatok tankokat belőle. Trunkeló, ne lopd a lengyelek gyárait. Nem, ez balkáni gyárak. Ne lopd a balkán gyárait. De kellenek. Most de az volt arra írva, hogy Made in Hungary. Lopott balkáni gyárban készült. Ajaj. Gyerünk. What? Justifying walk. Oh no. Mi történt? Volt of Ribbentrop Paktum. És Justifying war volt rám. Ki a Szovjetunió? Aha. Akkor nem fogja törni a Molotov Ribbentrop Paktumot. De mire Justify? És nincsenek velem az olaszok, ez már kezd nagyon nagy baj lenni. De a németek is támadják. Miért az olaszok közben segítenének? Mi? Az olaszok segítenek. Igen, felvonulnak a... Ja, hogy ők mindent klémen. Nem lehet megnézni a klémek, hogy vannak? Milyen klémek? Hát... Diploma? Vorgold fabrikál, teljesen mindegy, hogy mit klémelnek, nem? Oh, fuck. Tudod, ez nem az E1. Mindegy, ezeket az angolokat még elintézik. Kezdjük is a... You know, now it begins. Ne! Now it ends. What? Mi az, hogy visszatávadnak? Jó, visszalőtt az ellenség? Ez nagyon meglepő. Nem azzal van baj. Mi vagy te, George Bush? Hanem nem azzal van baj, bazd meg, hanem az idegesítő, amikor valakit megverek. Mert hogy... És kimegy abból a tartományból, én meg mennék be, és... Ha! Hirtelen ott van egy másik, aki meg megtámad, és még tovább fenntart. Ez egy buziság. Hogy fenn lehet tartani az ellenséget azzal, hogy másik nem, azzal lehet fenntartani, hogyha még a harcban megtámadsz, nem pedig akkor, amikor jön veled szembe a saját embered, és mennek el, mert megverték őket. What? Ez egy barom mechanika.
Most arról van szó, hogy egy egység elmenekült, és oda vitt egy egységet, ami nem menekült? Megvertem egy egységet. Abban maradt a csata. Én megyek be a tartományba, ő megy ki. És hirtelen bejön egy másikkal, és azzal megtámad engem. De nem ugyanabban a tartományban, az előző tartományomban. Vagyis megtámadta az egyik egységet, hogy nem tudja morolni. Hát ezt elterelésnek hívják, Runkeló. Halál a kommunistákra. Oké. Okay. Na, itt nyerjünk már. Ez hogy jött ide? Na, mindjárt sikerül őket elvágni. Tehát mikor lesz kész a borgójuk? Soha. November 12. Ajj, ez már csak 3 hét van. Az nem jó. Hát nem, és örülnék, hogyha ezeket megvernénk végre. Oké, siker. És remélem mindenki elindul oda, ahova kell neki. Ugye parancsod lesz neki, az segít. Upgrade needed. Miért kéne upgrade-elnem a tankjaimat? Miközben csak ilyeneket gyártottam. Milyen upgrade needed? Van már, vagy mi, ezt hol írja ki, micsodára írja? A tankokhoz. De hol, Trunkelo, hol? Amikor bemegyek, hogy miket gyártok. Gyárt screen. Ez fura. Nem arról van szó, hogy vannak egyrészt modifikált tankjaid, másrészt meg nem szeretél fel elavult lengyel tankokkal egy hadosztályt? Az lehetséges. Arra mondjuk nem tudok, de lehetséges. Hát amikor legyőzted őket, akkor elfogtad a felszerelésüket is. Támadjátok ezeket a kutyákat. Azt hiszem kifagytak a üzemanyagból. Nem, okay. Itt még van plusz 7. Az nem jó. Adott Betrunks, az nem jó. Hajjaj, nem örülök ennek az orosz támadásnak. Hát én sem örülök neki. Főleg, hogy két nap múlva támadnak, vagy három. Valakit overrunoltam. Jó, az gyorsan, ezért az gyorsan fabrikálják akkor. Hát nekem valami 5 napot krakkóra, tehát. Nice. Oké, okay. Akkor nem fabrikálják olyan gyorsan. És vissza sem tudom őket tartani egyelőre. Ez az! Szulván távol unokatestvérem, Horvátországban inképül lehet, le tudom rohanni Horvátországot. Jaha, az enyém! Mennyi overrun. És de így hogy állnak a... utazás, és megjelennek a normannok a Balkánon. Kik? What? A normannok. Jönnek a szicíliai normannok, mert éppen lerohan a Horvátországot. És így, landing alert, és ott vannak a normannok. Mennyi embere fog meghalni? Mennyi? Sok. Ó. Oh. Nagyon-nagyon sok. Hát úgy 23 division, ami az angoloknál egy sok. Az nem rossz azért, ja, az angoloknak ugye alapból pocsék adsege. Meg kevés. Jó, mondjuk ezek fosok a legtöbb. Na viszont ez kelleni fog nagyon. Ó, most fognak meghalni. Mennyi van itt? Ja, ez 27 ausztrál, 2 angol. Az angoloké már meghaltam úgy. Nekik is volt itt pár. Oké, háborút üzent nekem. Ez ennek a szegény ausztrál... Ó, Italy join Axis. Japán is joinolt. Oh, nice. Köszönöm, szovjetek! Nem értétek el azt, ami nekem nem sikerült. Vagy elértétek azt, ami nekem nem sikerült. Okay. Az fasza. Akkor... remélem ebből nem az lesz, hogy... Olaszország és Németországot dörpölnek Franciaországnál, és megint az lesz, mint korábban, hogy én mehetek a szovjet határra egyedül.
Nem tudom ebből annak örülnék, hogyha Japán megtámadná a szovjeteket, mert úgy általában nem szokta. Sőt, nincsen is a határon neki embere. Ebből az lesz, hogy Japán ázsiai birtokai lerohanják a szovjetek, aztán Japán megtámadja az USA-t, és az USA arra száll Franciaországban is jön ellened. Ne, annyira nem jellemző ez. Nem? Nálam eddig eléggé jellemző volt. Konkrétan mindig ez történik, hogy azt történik, hogy Japán akármihez hozzá akar érni. Jaj, ne! Csatlakozott Tanu Tuva! Jaj, ne! Not the Tuva! De akkor megtámadtuk a szovjetek? Igen. Ó, oh, ezt nem mondtad. De. Nem. Viszont most nem tudom onnan behozni az acélomat. Újja, jó sok kellene. A franciáktól lehetne, de nem akarnak. Úgyhogy... Németeknek van. Olaj is kéne valahonnan. Romániából. Ja, onnan csak 10-et tudok. Még kéne egy kis olaj. Az USA-tól hozhatok, nem? Olajat? Persze. Ja, nem. Az ja, konvoj nem, kell. Szét, igen, szétizeljük a konvojaidat. Ajaj. Ez... Való igaz, ajaj. Netherlands. Konvoj kell. Mindenkivel konvoj kell, akivel nincs szárazföldi határod. Esetleg Törökország. De nem, nekik rómjuk van. Olaszoknak van kettő. Nice. Nekem 11 kéne. Akinek. Mexikó, Venezuela, Szovjetunió, United States. Meglátjuk. Nincsenek amúgy nekem dokjaim? Free dockyards? Csak kettő. Ezek szerint nincsenek. Gyártsatok konvojokat. Még több steel kell. German Reich, please give us more steel. És az égből potyog? Ez mi? Call to arms from Japan. Ki ellen? Fura, hogy Japán azt akarja, hogy helpeljem őket a háborúkba, a Szovjetunió ellen és a Tanu Tuva ellen. Ezzel mergerni fogja a háborúkat, hogyha ezt elfogadod. Melyik háborúkat? Hát a tiédet, ami a szovjetek ellen van, meg a japánok egyet, ja, a szovjetek neki külön volt? Neki ja. Külön volt? Az nem baj, hogyha mergeri. Ja, de baj. Nem az jó, hogyha mergeri. Úgyis egy van a béke konferencia. Republican Spain Joint Comintern. Miközben alig vannak. Az nem jó, mert akkor ott gázba lesznek. Na nézzük. Hát figyelj, a szovjetek nem tudnak négy csapatokat küldeni. Neked az meg jó lenne, hogyha... You know... Hogyha erre a nacionalisták belépnének a tengelybe. Mm-hmm. Válaszként. Ja, az mondjuk tényleg jó. Lenne. Na, steel. Olaj. I need my olaj. Where are my olajs? Romanians. Why don't you produce more olaj? Ja, mert mindenki tőlük szedi a kurva olajat. Hát nyilvánvalóan a tengelyben. Akkor mondjuk nem lenne rossz, ha berángatnánk őket. Hozzánk. 16% fasiszta csak. Németek nem akartak húzni valami ilyesmit, amivel be lehet őket lenni? Diván Sudetenland. Ez ráadásul kurva sok ideje, mint hogyha előző részben is ez lett volna nekik. Szóval igen, lehet, igen, hogy az előző résznek szerintem ezzel lett a vége, hogy izé, hogy ó, németek dimandolják a Sudetenlandot. Hajjaj. Most ezek itt lefagytak? Kik? Mert amúgy nem németek? Kéne nekik. Aha. Szerintem nem, csak nem telt el 70 nap, mióta elkezdtél felvenni. Biztos nem. Hát akkor ezért talán. Ó. Na nehogy beívom a japánokat. Ott Runkeló, itt a kedvencet felhoznak ellen a szupermágnások. Planetary Faction. A rohadékok. Cut them in half. Az lesz, levágom az összes arcát. Kéne nekem 13 olaj. What? Ráadásul az egyik Kinzmanem vezeti őket. Aztán drámai lesz, hogy a testvérem vagy valami. De amúgy a konvojaimat le tudják lövöldözni? Nyilvánvalóan. Ez nem jó. Akkor valami olyasmi országtól... Ó, Svédországtól tudnék. De ez miért kell konvoj? Aha. Ja, várjál, lehet, hogy rossz. De Svédországgal nem vagy határos. Svédországgal viszont a Balti-tengeren mennének a hajók, tehát ott rendben vannak. Várjál, van Irak, Peru, Irán.
Argentína, Kolumbia, Ecuador, olaszok. Az olaszoktól kérek, és akkor már annyival kevesebb. Bár az hülyeség, inkább vissza is nyomom az olaszoktól. Te annyi duszkolás meg visszanyomogatás megy nálad most. Meguko joined Axis. Ja, persze. Japán báb, tudod. Mengjang. Jó van, jaj, adja Venezuela. Úgyis mindenki tőle importál. Nothing in Spain joined Axis. Király. Na végre. Fuck. Hallod? A szovjetek nem mozognak egyelőre. Sziciliai normanokkal vagyok, elfoglaltam Horvátországot. És a Közép-Itáliában meg Toszkánában László Kramatoriti Faction fogta, és átsétált Zalpogó, hogy megszállassa Horvátországot. Nekem meg így ott van tőlük egy köbés délre a fővárosom Nápoly, és így, oké, akkor bye-bye. Szerinted mit csináljak? Menjek és siessek én is, hogy elintézzem a franciákat? Vagy menjek a szovjet határa? Szerintem menj a szovjet határa, mert az semmi figyelmen kívül fogja hagyni, mert hülye. Attól függ. Meg hogyha a szovjeteket le tudod blitzkriegelni gyorsan, az akkor... nincsen meg hozzá a technológiám. Relatíve gyorsan, 2 év alatt. Akkor... velük tudsz békézni. Franciákkal nem fogsz tudni, mert hozzá kell verni a briteket is. Na, és akkor ott megy ugye a resistance. Jön a French Revolution! Finally reject Soviet demands. This will not end well. Mondjuk kitörne egy... az jó. Őket miért nem garantálják? Most elkezdek justify-olni ellenük? Hát, hogyha rá garantálnak? Szerintem akkor, hát jó kérdés, az emi amúgy nem olyan hülye már, mint régen, és most már csak elsőre garantál. És amikor 6-ban áll, akkor már nem. Én rájuk justifyek, még nem áll 6-ban. De egyébként, hogyha a szovjetek megtámadják a finneket, akkor szerintem az lesz, hogy a németek beívják őket Zaxisba. Nem garantálnak rá, hát szánalmas. Ja, mondjuk mert már háborúba vagyok velük, de hát... hát ezt mondom. Már 6-ban állnak, fülig vannak a szarba, és azt mondják, hogy nem éri meg a balhét. Na jó, kik vannak ebbe a háborúba? Én. Bírom, hogy tudom kólolni... what? Soviet Hungarian War. Allies not in war. Italy, Japan, Nazi Spain. Megnézem, participant. Italy, Japan, Nazi Spain. Oké. Okay. Másik háború. Jaj, de még mindig nem joinoltak. Ezt a Crown Authority Faction az egyik rokonom vezeti, aki egyszer már föllázott és kihereltem. Lehet, hogy ezer nem szeret. Sverpunkt. Megvan a Sverpunkt. Na most ja, lenne jó, hogyha rohadt sok tankom lenne. Csak hát nincs. Western Balkánzban hát... megint partra akarnak szállni. Az már a probléma. Állt. What? What? Németeknek 28 divizionje megy éppen... hova? Kasztíliába, Navarrába. What the fuck? És nem süllyesztik el őket. Nem önkéntesek, itt mennek a vizen, 26 division. Ja. Meg egy pancer. Belejöttek a spanyolok a háborúba? Ja, most beívtam őket. Legalábbis azt hiszem csatlakoztak ők is. Oké. Okay. Akkor a francia haditengerészet, tehát zseniális. De remélem, hogy... mi ez? Most hogyan... ja, nem is így vagyok. Kell. Az egyik screenből retardálta ezért. A hadba hívás. Bírom amúgy ezért frankóékat, ami... ja persze! Ilyenkor azért lehet őket beépni, mert nem kapja meg a modifiert, hogy recovering from the... jó, mert még nincs vége a polgárlábúnak, ugye mi nem recover-öl. Ez elég nagy retardság amúgy, de oké. Okay. Hát igen. Amúgy szerintem van egy at war modifier, ami ezek szerint kisebb annál. Na most már mindenki háborúra áll a szövetséggel is. Ó, az olaszok jönnek a határa. De örülök. Az jó. Hogy az olaszok jönnek a határa? Persze. A szovjet határa, úgy értem. Hát, de megeszik az ellátványod. What the hell?
Bírom, hogy át tudunk vonatozni ellenséges vidéken. Mi területen? Ó, itt megy egy tengeri csata. Hát figyelj, az első világháborúban működött, akkor a másodikban is működni fog. Az jó, az olasz flotta legalább ér valamennyit. Hát, ja. A brit ellen nem igazán, meg a francia ellen. Támadjuk Lvovot. Mint tudjuk, Lvov az Nyetlenberg. Ezt csak mi értjük. Nincs olajunk a francba hát. Ja, mert nincsenek komolyaink. Connection lost. Connected. Halló, aztán... halló. Ja, itt vagy? Hallasz? Oké. Okay. Oké, okay, édesen nem nálam ment el. Ja. Mit akartam? Ja, igen. Elmáj visszahallgatott, nem fontos. Oké. Okay. Csak hogy éppen elfoglaljuk Lvovot, ami Nyetlenberg. Ne! Ne kibaszott vonattal, Jézusom! Elretardált a gép. Át akar vonatozni ellenséges területen. Az jó. Oké, álljátok le a vonatozásra, na már. Partra szálltak már? Na. És a németek partra tudtak itt szállni? Igen. Az jó, mert az olasz határon, ahogy elnézem, nincs nagyon senki. Az tényleg jó akkor. Vagy a francia határon. De az olaszok... Az olaszok. Mindegy olaszok. Azokkal mindig gond van. Azokkal sosincs olyan, hogy ne lenne gond. Hát igen, ezt mondtam. És legalább azért elkezdték őket hammerölni. Nem hát. Viszont az a jó, ilyenkor, hogyha mergelnek a háborúk, akkor... legalábbis önállít nem fognak. Jaj, ne! Ugye remélem nem az lesz, hogy... Ja nem, jó. Csak az, hogy Japán meg Kína háborújában nem vagyunk benne. Remélem. Nézzük csak. Az olaszokat már behívták. Az olaszokat behívták. És az olaszok vannak olyan retardáltak, hogy odainduljanak a hajóval. Ebből szokott lenni olasz Tibet. Ebből szokott az lenni, hogy az olaszok elküldik az összegységüket oda. Itt még se támadjatok. Ó, Trunkeló! Mi van? Trunkeló! Le Grand Update történt. Hogyha elfogsz egy lázdót, akkor kivégezheted baj nélkül. Ó, végre! Végre! Tudod mi a baj? Remélem most, hogy a... Jaj ne, ez olyan retardság lesz. Az, hogy kibaszottul, ugye ott van Brest-Litovsk, meg milyen tartomány ez? Polézia, meg Novgorod, meg nem tudom mi van itt még. Az ugye német terület lett. És hogyha én onnan nyomulok tovább, akkor az összes megszállás az kurvára az övék lesz. És kibaszottul nem lesznek gyáraim. Ja, ez igaz. Az jó, persze, megbocsátok, hogyha megint kapok Franciaországba területeket, de... Magyar-Franciaország legjobb Franciaország. Meg jó lenne, hogyha románok csatlakoznának, mert ők kúra sokan vannak. Mennyi? Ja, annyira nem, mert nem érezték szükségét. Na jó, akkor mit is kell nekem, mit csinálnom? Boost Party Populity fasiszta. Jó, még a börtönben. Te vagy még a börtönben. Ja, börtönránokat intézed? Igen, most éppen most... vágom le az emberek arcát, vágom le azonok az embereknek az arcát, akik fellázadtak. A legutóbbi lázadásra egyébként mindenkit kiheréltem. Ennek heréig, tehát nem tudom őket kiherélni. Tehát most levágom az arcukat. What? Vannak ejtőernyős egységei az a szovjeteknek is, így van benne két zászlóaj. Őket most lerohanjuk. Most jön majd a True Lug. Meg jó lenne, ha nem vonatoznátok oda, ahol nem lát. A True Love? What? True Lug. Már őket akár le is intézhetitek. Van True Lug. Legalább most már nem kell átmennem a Baltikumon. Az jó.
Na, én azt most nem akarom áttekingetni, mert ez nagyon sok effort és... Akkor az már ennyi lesz, vagy mi? Ja, szerintem már ennyi lesz. Főleg, hogy nincs olajabb. Fenébe hát. Pedig, ha nem gyártanék konvojokat, akkor nem kéne. Oké, okay. Akkor szeretném megkérni valakit, hogy a következő részig olajozzák fel a trunkelót. Mennyi olaj hiányzik? 5. Az összes olaj! Jó. Amúgy csak 44 egységem van, így érdekes lesz majd a háború. Ó, oh, elfoglaltuk Lvovot. Na jó, meddig kell elnyomolnom? Tehát itt Romániát megkerülve... Ó, Kijevet el kell foglalni, az 25 pont. Szevasztopolt mindenképp. Az 20. Rostov 15. Itt nem messze tőle van. Tényleg most milyen a... Ó. Oh. A szovjetek National Unity-e csak 50%-os. Az jó. Mitől ment le nekik? Szerintem még nem pörzsölték meg ott, nem pörzsölték ki teljesen a trockiitákat. Ja, van ilyen, hogy trockiit, plot purged. Kérdőjel? Aha. Plot purged? Az mi is kell neki? Vagy az elmondtunk, vagy lesz egy-e? Smash. A Great Purge, ja, igen, smash. Igen. Smash-elniük kell. One of the following must be true. Valakivel háborúzik, akkor azért nem tudta. Oh. Egyelőre nem azt húzza, de úgyis lesz esze neki. Na jó, mi? German Air Innovations, örülök, hogy van ilyen neki. Az mindjárt el fog tűnni, amikor megkapják az eseményt, hogy valaki elárulta a paktumot. Na jó, van. Szerintem már ennyi. Lehet, hogy ez nem egy 45-50 perces rész, de... Biztos szerintem érzi mindenki, ennyi. Hogy itt jön a következő felvágás. Felvágás? Valóban. Felvonás? Felvonás! Ezt akartam mondani! Igen. Ja. Itt a következő felvágás, túlságosan is Cotton in Half vagyok. Oké. Okay. Tényleg, végül megnézem, mennyi embert töltünk meg ott a Balkánon. Az angoloktól 477 ezret. Dél-Afrika 58 ezret vesztett, Ausztrália 85 ezret. Kanada 11 ezret. Egyébként szegények. Van egy nagyon komoly hiányosság az új CK2 verzióban és a DLC-ben. Nincs arclevágás gomb, csak mutilatelenítettem őket, és nem tudom garantálni, hogy arcukat vágják le. Az olaszok keményen tolják, eddig 141 igen. embert vesztettek a háborúban. Nice! Nézzük a lehet, másik háborút. Nagyon jó az olasz haditek, és nagyon sikeresen vívják a háborút, és azért vesznek olyan Japánnak csak 104 divizionja van. Ez csak nekem kevés? Nekem tűnik kevésnek? Na, mennyiben jársz? 38. december 8. Hát hogyha ahelyett, hogy fossák a Star Divisionokat, elkezdték értelmesen felszerelni sajátjaikat és megtöltik őket gyalogsággal, akkor ez rendben van. Mondjuk a kínaiak bajba lesznek. Ó, oh, a Habsburgok lettek a német-romai császárok. Amúgy miért nem adják még fel a... Ja, mert Szechuan 20 victory pont. Ó, oh, Nanjing. What? Nanning az Nanking? Vagy micsoda? Nanking az valahol itt fönn kéne lennie, nem? Szerintem csak a japánok Nanjingot hívták Nankingnak, nem? Ez lehet. Jó, akkor már megvolt a mészárlás. Jaj, ne, ezért le fognak bannolni. Bár nem, mert ez egy historical fact. Nem te csináltad. Nem én csináltam a japánok. Köszönjük, Trunkeló. Közben... Ne! Ne! A németek itt mászkálnak Afrika körül. Ajjaj, ne! Ráadásul Light Tank Divisionokat visznek oda. Elég OP-kat. De itt a probléma, hogy az alapjátékkal játszol, mert vannak olyan modok egyébként, amik Afrikát járatatlanul teszik pont ezért. Ne tudjanak oda menni a németek. De ezek szerintem amúgy Japánba mennek, vagy legalábbis. Jó, mondjuk legalább itt nyernek egyelőre. Csak a kérdés, egyelőre. Hogy oda jutnak-e. Meg ugye az a baj, az Emmy az retardált, és nem fogja a hajóit őrjáratra küldeni meg hasonló. Ja, nem is Afrikába yep. mennek, vagy igen? Azt tudja, mert itt vannak a közel-kelet, vagy na a... Mondjad már, Mare Nostrum, földközi tengeren. Oké. Okay. Jaj, ne, a franciák közben benyomultak a Republican Spain területére. Belenyomultak a franciák. Örülnék, hogy az olaszok meg... De annyira idegesítő ez, ha most... Kökre mindjárt fogom magam és átlépek az olaszokhoz és megindítom a támadás parancsokat. Ja igen, mert az Emi nem adja ki a támadás parancsot, mert reasons.
ebből szokott az, amikor a franciák ott állnak szemben az üres Siegfried vonallal. A németek meg szemben az üres Mazsinóval. A Siegfried vonal amúgy meg megint szinte teljesen üres. Nice. Most mindenkit vonatoztatnak át a szovjetatra, aminek mondjuk örülök. Egyébként, hogyha valakinek kivágod a szemét, akkor a többi ember, akinek ki van vágva az egyik szeme, azok jobban fogják szeretni. Jaj ne. Mi történt? Jaj ne. Mi történt? Ez még Trunkus volt vagy? Beívtuk Nationalist Paint a háborúba. Nationalist, de igen. Ja? A Comintern beívta Republicans Paint. Igen. Elkezdődik a háború, Nationalist Spain megkapja az összes occupation-t Republicans Spain-re. Ergo, elindult a háború és a hozzájárulásuk 93%-os. Hát egyelőre. Ez egy retardság. Bár nekik van valami special eseményük arra, hogy vége a polgárháborúnak, nem? Szerintem, hogyha behozzák őket a világháborúba, akkor nem. Szerintem tudja, hogy van, mert ez ugye scriptelt. De nem a világháborúban. Meglátjuk. Meglátjuk. Az Egyesült Államok kb. Ennyire, ugye? Oh! Most már off London a... Ezért, you know. Leváltották Roosevelt-et? Igen. Oh, nice. Communist Party USA. Na jó, no, nem segítem. Mi ez? Air War Plans. Ja. Fért volna több is, de legyen egyelőre ennyi. Az Afrikában megint nem történik semmi, köszönjük olaszok. Jól van. Ez volt itt már a... Horthy Trunklos. Ez volt itt már a Matabarna. Miért vagy Pokémon? Mert... miért ne? Mert ez mostanában menő. Oké. Jól van, találkozunk Trunkemon Go. A viszont Latasra. Mondjuk sok minden nem történt a térképen, ugyanakkora vagyok. Csak kiűztük az ausztrálokat. Az gaz megszálló ausztrálokat. Kik partra szállósukat meghirdetni merészelték. Való igaz. Na, a viszontlátásra. Vagyis hát, csáv.